Egymásnak esett a nagy duett két sztárja, Gangsta Zoli egyenesen nőnek nevezte Espét, és azt mondta, hogyha tehetné, felrúgná a Holdig. Érkezik Gangsta Zoli és Espé! Örülök, hogy itt vagytok, és hogy leültetek egymás mellé. Szembe üljünk. Ti mikor ismerkedtetek meg egymással? Ez egy gyerekkori barátság. El tudom képzelni. Csak még nagyon kicsi gyerek volt. Mikor hallottál először Gangsta Zoliról? 13-es koromban hallottam először, amikor unokatestem kaptam egy kazettát, egy másolt Gangsta Zoli kazettát, bocsánat. Semmi gond, az volt ráírva, hogy nem utasd meg szülődömeket, mert csúnya szöveg van rajta. És hát nem is hallgattam meg, egy szám erejéig sikerült, de akkor nagyon, nagyon menők voltak Zoliék, és akkor az egy aktuális volt. És azóta hallgatod a zenéjüket? Nem, de elismerem. Hát nem ezt mondtad. De, tuti, azt mondtam, hogy elismerem Zoliék. Hát most nem meri, itt ülök. Hát itt ül mellette, mit mondanék? Te SP-ben mikor találkoztál először? Én? A múltkor, amikor... A duettnek volt a... Volt az első ilyen próbán találkoztunk? Valami? Nem, már találkoztak egyébként már más találásban. Nem emlékszem rá, hát részeg voltam. Mi a véleményed Zoliról egyébként? Most oké, nyalni fogsz, mert itt ül mellette, de amit elmondtál a szerkesztőnknek, azt szó szerint fogom tudni idézni. Akkor mondjuk el azt, és akkor annak fejében nyilatkozom. Azt mondtad róla, hogy egy tipikus paraszt. Nem. De igazad van egyébként. Nem így mondtam. Nem így mondtam. Nem úgy paraszt, mint Dopman. Máshogy, szebben. Én szebben vagyok paraszt. Nem, hogy neki az image-e, és hogy szerintem ez így teljesen helyén való. Nagyon rendes gyerek. De várj! Jó, most néztem, hogy készül, meghalsz. Hogy készül? Előző íg nélkül. Nem jó, így nem jó a cicim. A haját egy óráig így csipégett ezt a kis szartot. Ja, neked meg volt egy kétszokos verziód a műsorban. De az egy pillanat alatt megcsinálták. Pogy, ezt nem órákig kell csinálni. Sajnos, ha valakivel vele születik a férfiasság, valakire meg hát rá kell aggatni. Ez már az? Mi a különbség a két parasság között, amit Zoli és Dopman képvisel? Hát, hogy Dopman a megkeseredett zenész, Zoli meg csak simán, meg ez az image-e. Vidám. Nem tudom, hát... Jaj, de szeretlek. Az, hogy nem tudom, hát a Dopman szerintem őt inkább sajnálom, mint vele nevetek. Hú, de ha ő élne itt, akkor nem tudom, hogy mit mondanád. Simán szerintem. Ugyanezt? Nem, hát akkor így, hogy nagyon jó vagy. Jó, levezet, megvettem ilyesmi. De Zolival egy közös duettet nem tudnál elképzelni? Fantasztikus, de te vagy a lány. Aha. De már gondolkodtam rajta az új lemezem. Tényleg a Fluor Tomi meg te közületek, ki a lány? Ezt most nem árulnám el, mert végre coming out-olnák Tomikával, de hát jó van. Igen. Mert együtt éltek. Együtt éltek, igen. Jó csaj a Tomi. Esküszöm. De én most, és tényleg itt ártatlan ibolyakék szemekkel kérdezem, mert hogy annyi mindent hallottam már róla, te meleg vagy? Nem. Nem, hideg. De akkor hogy a Fluor Tomival élsz együtt? Hát szerintem, hogyha megkérdezném mondjuk... Nem meleg, divatos. Közénysége máshogy. Szóval, szerintem 22 évesen az, hogy valaki... Egy férfival él együtt, az nem gáz. Az sem baj. Szerintem, hogyha osztatásnak megkérdezem, hogy kollégiumban haverjaik laknak el, vagy mondjuk egyedül Budán egy új gazdag környezetben, az lehet, hogy nem tudom. Ti egyedül laktok Budán? Nem, mi Budapesten lakunk egy albérletben. Hát az is ja. De hogy találtatok egymásra? 12-es koromkat ismerünk egymást, együtt kezdtünk el zenélni. Love at first sight. Más. Ez hülye. Ez hülye. Azt mondom. Nem, én pontosan tudom rólad, hogy te a lányokat szereted. Honnan? Mert hogy mesélik, de hogy álltok egy éve nincs barátnő, de ennek mi az oka? Hát nem fér bele komolyabb történet. Nem fér bele. Fluor Tomi nem engedi, mi? De mivel nem fér bele? Az életedbe? Annyira elfoglalt vagy? Aha. Mit csinálsz?
Most mindjárt közben vág, igen, jövök be a Facebookben, nem. Miért vagy elfoglaltabb, mint Gangsta Zoli, akinek már gyereke van, felesége van? Honnantól, hogy elfoglaltam? Hát, hogyha neki nem fér bele egy nő az idejébe, akkor nyilván. Nem nő nem fér bele, hanem, hanem komoly kapcsolat nem fér bele. Tehát azt gondolom, hogy ahhoz, hogy legyen egy komoly kapcsolatom, az muszáj annyi időt felszabadítanom, hogy tudjak vele is foglalkozni. Tehát az, hogy mondjuk reggel elmegyek otthon suliba dolgozni, forgatásra vagy fellépésre, és hazaérek 11-kor, az nem egy komoly kapcsolat. Tényleg illő. Na, hát valakinek ez oké, és nekem abszolút nem. Hova jársz iskolába? Mit tanulsz? Nagyon nehezen tudom kimondani az iskola nevét, mert hogy nyelvtan 3-as mindig megvolt, és rosszul beszélek magyarul. Az jó, az állásban az, hogy Ipar Művészeti Egyetemre járok, ami most már Moholy Nagy Művészeti Egyetem fotográfia szakra. Most fog diplomázni. És tehetséges fotós vagy? Ezt nem nekem kell eldöntenem. Hát azért csak tudod, hogy jól tudsz exponálni, jól tudsz komponálni, szerintem szépek a fotói. Van hozzá affinitásom. A Zolit milyen pózban fotóznád le? Egy olyan... Igen, ezt a seggét mutatja. A falnak támaszkodva a seggét. Nem tudom, hát szépen... Te gyanús vagy te nekem mégis. Nem tudlak hova tenni. Nem igazán tudlak hova tenni, édesapa. Hány SP-nótát ismer, Zoli? Hát a... Például a... Nem, nyomtad a izé próbákra a nevem SP-t, azt nyomtad. Az egy számod? Aha. Én azt láttam csak a izé promóból, nem SP! De azt nem tudom, hogy van egy ilyen nóta? Van. Aha. Akkor ismerek egyet, nevem SP. És azt sem tudtam, hogy a sajtos Perez van, azt zsanázod? Schmidt Pál. Sajtos Schmidt Pál. Na, hogy miért vagy SP, az is ötünk kiderül, de csak a reklám után, és utána pedig exkluzív interjút ad nekünk Damu Roland által megvert Palácsik tímea, ne menjenek messzire. Köszönjük tovább a Facebook a második résszel. Rögtön érkezik Palácsik tímea. Ő volt Damu Roland barátnője, és ő miatt indult büntetőeljárás Damu Roland ellen. Csak nálunk szólal meg a Frisbee-ben, de előtte folytassuk Gangsta Zolival és SP-vel. Miért lettél te SP? Nagyon érdekes szituáció. Képzeld, hogy kosaraztam nagyon sokáig. Mindjárt már oltam. Megint hazudsz valamit, valamit más mondta. Nem, ezt mondtam. Kosaraztam sokáig, alacsony voltam, gyorsan futottam, és elneveztek Speedy Gonzálesznek, és a Speedy-ben megmaradt az SP. Múltkor sajtos percet mondtam. Hát ez poén volt. Annak indult, tudom, hogy nem tűnt annak, hogy poén lett volna. Elképesztő. És ez most frankó, amit mondtál? Ez real. Elképesztően népszerű vagy a tinédzserek körében. Mi lehet a titkod? A külsőd, a hangod, a zenéd? Én nem gondolom, hogy egy dologra lehet építkezni. Tehát, hogyha a külsőm lenne a titkom, akkor valószínűleg egy év alatt meguntak volna. Igen, off. A hangom sem, mert hogy... Tudsz énekelni? Jobban éneklek, mint Zoli, de kevésbé, mint Karamell. Kettő között kevésbé, van, mint? Mint Karamell, mondjuk. Uh-huh. Tehát én nem tartom magam énekesnek, én inkább az előadókhoz sorolnám magam. De ha nem vagy énekes, akkor mit adsz elő, mint énekes? Nem mint énekes, hanem mint előadó. Tehát szerintem Zoli sem énekes, és ő is előadó. Tehát nem kell jó, de ő rapper. Hát ebben a műsorban nem feltétlenül rappel. De most nem a nagy duetről beszélünk, csak, hanem úgy általában nem azt, a munkától. Nem tudok énekelni, hanem hogy nem énekeset titulálom magam. De akkor mi vagy? Előadó. Elindultatok mindketten a nagy duetben. Zoli, Orosz Barbarával milyen együtt dolgozni? Jobb hangja van, mint SP-nek? Nem tudom megállapítani ezt még. Ezen hadd gondolkozzam, és a legközelebb jövök, megmondom, jó? Nem, mind a kettőt figyelmesebben meg kell néznem, mert a Mutka SP produkciója alatt éppen nem figyeltem oda. A milyenket meg belülről más, érted? Nem hallom én a Barbie-t úgy belülről, úgy nem, az máshoz. De a kettőtök közötti konfliktus egész egyszerűen arról szól, hogy neked, mint rockernek nagyon cool dolog nem, beszólni. Nem cool dolog beszólni. De egyszerűen, figyelj, ő egy jelenség, amivel nem lehet elmenni. Ő egy nagyon-nagyon ügyes fiú valószínűleg, mert tényleg baromi népszerű, és azért szarból várat építeni, az a nagy dolog, érted? És ő ezt csinálja, és ezt nagyon ügyesen csinálja. Komolyan. Ügyes gyerek, jó föl van építve, ez van, ez most a divat, ő ezt erre nagyon ügyesen ráérzett, vagy csak véletlenül, de nagyon népszerű fiú, ezt el kell ismerni. De annak, amit ő képvisel mondjuk 10-15 év múlva, van létjogosultsága? Azt nem tudom. Hát reméljük, hogy nincs, de hát azt nem tudom.
mekkora bálvány vette a tínédzserek körében? Tehát, hogyha végigmész az utcán, akkor érzed a rajongásokat. Én láttam az Aktívan egy anyagot, ahol nagyon úgy tűnt, hogy te tényleg egy bálvány vagy. Tehát őrület van a koncertjeiden, gyakorlatilag a csajok majdnem elájulnak. Hogy ez valóban így van, vagy ez egy ilyen generált médiafogás a részedről? Abszolút nem generált, tehát semmit nem szoktam generálni. A bulvárt azt nagy évben kerülöm, tehát semmi ilyesmi dologra nem kell gondolni. Hát többféle véglet van. Van egy olyan véglet, nyilván a pozitív, akik odajönnek, autogramot kérnek, vagy fotózkodnak, vagy pozitívan nyilatkoznak róla, mert van a másik véglet, amikor megállok a pirosnál, és leköpik a kocsimat, vagy koncerten dedikálásnál pofán köpnek. Nem én voltam. De volt olyan, hogy pofán köpte? Ha, volt olyan, igen. Ez nagyon nagy paraság, de miért? Miért nem állsz ki magadért ilyenkor? Ezért hát amikor így... van egy másfél méteres kordon, meg van elég sok ember, akkor nem nagyon tudsz mit csinálni, mert hát el is fut az illető ilyenkor. De ennyire megosztó lennél? Azt gondolom, hogy elég megosztó vagyok ilyen téren. Tehát a srácoknak a 60%-a a buzdáson kívül nem nagyon tud mással illetni, meg a ruhanyávon kívül. Viszont a másik vélet meg tökre pozitív. És azok a lányok inkább. Nem feltétlen. Nyilván a lányok vannak többségben, meg fúvortom. De hogy vannak srácok is egyébként. És sokat buznak téged? Ez aha, nem értem, fordul. Ezt kommentem. De ez rosszul esik, vagy valamit reagálsz? Hát azért nem esik rosszul, mert általában azok buznak Zolin kívül, akik otthon. Én sosem mondtam rád, ne haragudj. Én azt mondtam, kislány vagy. Ja, igen, ez nem az más. Szóval általában azok... Mit néztél? Van-e fütyie? Mit néztél? Szóval általában azt hittem, hogy megszagoltad, hogy női parfüm van el rajta. Nem, unisex, nem, egyébként nem. Az egy jó zenekar volt. Hát sok siker nektek, örülök, hogy itt voltatok. Fantasztikus, most srác vagy. Hölgyeim és uraim, megszűkünk, hogy interjút ad nekünk Palácsi Tímel.